Lázár János miniszter megerősítette, hogy a kormányzat fontosnak tartja a térség fejlesztését, mondta el a Paksi Társadalmi Tanács második ülése utáni sajtótájékoztatón Süli János polgármester. Ahogy a tanács társelnöke beszámolt róla, a jövő évtől két elkülönített finanszírozási csatorna lesz erre a célra. Marad a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány keretében az önkormányzatok általános feladatainak támogatása, illetve lesz egy keret, ami a térség felkészítését szolgálja az új blokkok építésével összefüggő feladatokra. Mint azt Süli János hangsúlyozta, modellértékű, fenntartható fejlesztéseket szeretnének megvalósítani, és elkerülni azt, hogy koordinálatlanul folyjanak a beruházások. Egyedi feladatok számossága, ugye tudjuk, hogy nagyon sok van, de ezeket mérlegelni kell, össze kell rakni, az összhangokat meg kell teremteni, és akkor azt gondoljuk, hogy ezzel lehet, tulajdonképpen mindig úgy fogalmazom, hogy a kerítésen kívüli fejlesztési feladatoknak a rangsorát és a helyességét meghatározni úgy, hogy a 10 évet követően meg úgy gondoljuk, hogy az erőmű fejlesztése, az építés az egy 10 éves időszakot fog fölölelni, hogy utána ezek a fejlesztések, amit a kerítésen kívül fogunk végrehajtani, azok fenntartható fejlődést biztosítsanak. Az atomerőmű új blokkjainak tervezése, előkészítése ütem szerint halad, tájékoztatott az ülést követően dr. Aszódi Attila. A kormánybiztos azt is kiemelte, hogy a tanács, a kormány és az erőmű térsége közötti kétoldalú információ áramlást hivatott elősegíteni, illetve azt, hogy a régiós fejlesztések minél inkább illeszkedjenek a beruházáshoz. Fél évente fogunk írásban beszámolni a társadalmi tanácsnak arról, hogy maga a projekt hogyan halad előre. Ugye a kormány kérte azt, hogy ilyen fél éves beszámolót kapjon, és ennek kapcsán magát a társadalmi tanácsot, illetve a társadalmi tanácson keresztül a szélesebb közvéleményt szeretnénk tájékoztatni arról, hogy hogyan haladunk a projekt megvalósításával. Az ülésen szó esett a tervezett Dunahídról is. Ezzel kapcsolatban dr. Aszódi Attila azt mondta, erre nem az erőmű építés miatt van szükség, hanem azért, hogy a kalocsai régió is bekapcsolódhasson a beruházásba. A megbeszélésen elhangzott tájékoztató szerint 3 nyomvonal és 5 hídtípus jött eddig szóba. Előbbinél legvalószínűbb a fogtő magasságában kijelölt pont. Legkorábban 2018-ra készülhet el az átkelő, de ehhez nagyon feszített ütemben kell megvalósítani a tervezést és az építést. Az biztos, hogy kerékpárút lesz a hídon, de az nem, hogy vasúti átkelésre is lehetőséget ad-e, ezt az eshetőséget még vizsgálják.